Mezőhegyes nagy hagyományokkal bír a lótenyésztés és a lovasportok szempontjából, ugyanis itt alapították a Katonai Ménes Intézetet 1784-ben. A fiatal fogatlovak világbajnokságának hagyománya, melyet már negyedik alkalommal rendeznek meg Mezőhegyesen, a II. Világháború után kialakult mai fogatsporthoz igazodik. A fiatal fogatlovak világbajnokságának ötlete Magyarországról indult. A kezdeményezés kezdi kinőni magát, ugyanis évről évre egyre többen kíváncsiak a versenyre. A Ménes vezérigazgatója Pap István Tibor arra számít, hogy a következő két évben az érdeklődés még tovább nő az esemény iránt. Kismértékben nő a résztvevők szám, ami egyértelműen pozitív tendencia, ennek a mértéke talán kevés, tehát én azt szeretném és azt várom el majd a következő két évtől, hogy az előző évekhez képest nagyobb mértékű növekedést érjünk el a résztvevők számába. Itt a résztvevő versenyzők és nemzetek számára gondolok elsősorban. A minőségben pedig azt gondolom, hogy nekünk kell magyaroknak felnőni, hiszen ha bár arról beszéltünk korábban, hogy fogathajtásban meghatározó eredmények tekintetben a magyar fogathajtás, mint nemzet, de a fiatalok versenyrendszerében még vannak hiányosságaink, van pótolnivalónk, de látjuk, hogy mik azok a hibák, amelyeket kell korrigálni, miben kell változtatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben az elmúlt évekhez képest nagyobb indulói létszám és nagyobb magyar sikereket kell, hogy elérjünk. Mint az előző években, idén is a lovasport legmeghatározóbb nemzetei sorakoztak fel Mezőhegyesen. A fogathajtásban előkelő helyen jegyzett Magyarországon kívül a mindhárom kategóriában világbajnok németek és a világ fogathajtásának meghatározó nemzetei a lengyelek és az olaszok indultak esélyesként. Az 5, 6 és 7 éves lovak döntőjét vasárnap rendezték, ahová ezúttal magyar ló is bejutott, azonban a végső siker ismét a németeké volt. Összesen 3 aranyérmet szereztünk, ez kiemelkedő teljesítmény, hiszen minden kategóriát német ló nyert meg, elégedettek lehetünk. Úgy gondolom, hogy a német lovak megfelelően felkészültek voltak az idei évben is, az idei világbajnokságon. Fontos, hogy nálunk Németországban külön vizsgákat és bajnokságokat rendezünk a fiatal fogatlovak számára. Az ottani részvétel a nemzetközi versenyeken való részvétel alapjait biztosítja számukra. A szakemberek és a kilátogató érdeklődők szerint is a nagy hagyományokkal rendelkező 234 éves mezőhegyesi nemzeti ménesbirtok immár egymás után negyedszer volt a világbajnokság kiváló házigazdája.